2022. május 12 óta minden csütörtökön lehetőséget adunk, hogy bemutatkozzanak az országgyűlési választásokon egyéniben győztes képviselők, beszélhessenek választókerületükről, jelentősebb feladataikról. Hívunk mindenkit függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki. Mai adásunkban Tállai András a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője érkezett. Köszönjük szépen, így van, itt van már velünk képviselő úr, államtitkár úr, tárló a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ön a Borsod-Abaúj-Zemplén-Vármegye vármegye 7 számú választókerületének a, a képviselője. Ha jól láttam, ugye több mint 50 település tartozik ide. Mi adja ön szerint ennek a választókerületnek a különlegességét? Hát 54 település, igen, 5 város és 49 község. Nagyon érdekes választó között, úgynevezük Délborsot, hiszen a bőktől a bőka egészen a Tiszáig terjed, és ebből is adódik turisztikai szempontból a különlegessége, hiszen azon túl, hogy a, a víziturizmust meg tudjuk valósítani a Tisza mentén, a horgászat, a csónakázás lehetőségét, akinek van kedve, az föl megy a Büggből sétál, illetve most már kerékpár utak is épültek, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Bügsz mezőkövesdi közötti több mint 20 km elkészült. És ami még különlegesebb, hogy az országban először két megyei jogú várost fogunk összekötni kerékpárúttal, Eger és Miskolc. Ez 70 ban már készen van. Képviselő úr sokfajta pozíciót töltött be az elmúlt évtizedekben. Ott a térségben is volt önkormányzati képviselő, volt polgármester, országgyűlési képviselő. Mi az, amire nagyon büszke az elmúlt évekből, évtizedekből, tekintetbe véve azokat az adottságokat, amikről az imént is beszélt? Nagyon. Érdekes, különleges kérdés, hiszen lehetne egy-egy megvalósult fejlesztés, beruházást mondani, de én mégsem ezt mondom, hanem talán arra vagyok a legbüszkép, hogy mai, nap, mai napig 25-26. éve vagyok képviselő, hogy bíznak bennem az emberek, hiszen mai nap is tartok fogadórát, havonta, két havonta, és ott -an, -an, 10 -an most is megjelennek, és elmondják nekem a problémákat, és abban bíznak, hogy én tudok segíteni. Ez az egész munkának az alapja: meg kell ismerni az emberek, a családok, az önkormányzatok, vállalkozások gondjait, nehézségeit, és egy képviselő szerintem akkor tudja ellátni jól a feladatát, ha mindezt választókörzeti szinten megismeri tudja, milyen a lehetőségek vannak, és segít abban, hogy megvalósuljon. Nagyon-nagyon sok szép eredményt tudunk felmutatni a választókörzetben. Ami még nagyon büszke vagyok, mint parlamenti képviselő, hogy 1920 felszólásom van a parlamentben, összesen 1998 óta 115 órát beszéltem, hogyha egybefüggően meg kellene nézni, tehát az aktív képviselők közé számítok a parlamentben is, és az a, a örökranglistán, hogy ki beszélt a legtöbbet, ott az első tízben a nyolcadik vagyok. Úgyhogy elég aktívnak számítok nem csak a választó körzetemben, hiszen úgy ismernek, hogy minden rendezvényre elmegyek, minden rendezvényen találkozom emberekkel, elmondhatják gondjaikat, problémáikat, hanem azt a parlamentben is megpróbálom közvetíteni. Választókerületében történő aktív részlétel említett az emberekkel való találkozást. Az nyilván rávilágít arra is, hogy milyen kihívásokkal néz szembe egy-egy adott választókerület. Nyilván minden választókerületben, minden 106 egyéni választókerületben vannak ilyenek. Itt ebben a hetes számú Borsodabói Zemplénvár megyei választókerületben milyen kihívások vannak még? Mi az, amire a jövőben szeretné fektetni a hang? Súlyt. a legnagyobb probléma, ugye négy járásból tevődik össze a választókörzetem, hogy minden járásra, Miskolc, Tiszói városi Mezősát és a mezőköveti járásra jellemző az előregedés, és a négy járásból kettőben a lakosság hogy egyben nő, nagyon érdekes, Tiszói városi járásban, Mezősáton stagnál, és Miskolcon és Mezőkövesden pedig a lakosságszám csökken, ami azt jelenti, hogy az előregedés és az elvándorlás okozza a legnagyobb nehézséget. Éppen ezért kell olyan egzisztenciát, olyan közeget teremteni a fiataloknak, de a középosztálynak is, hogy érdemes legyen, ott maradni, legyen munkahely. Olyan munkahely, ahol ö, rendes fizetés van, ahol el tudja tartani a családját. Legyen minőségi bölcsöde, apropó 20 bölcsöde épült a választókörzetemben az elmúlt időszakban, az összes ovoda megújult, lényegében az összes iskolát sikerült már felújítani, munkahelyek létesültek, sokat dolgozunk azon, hogy szembe menjünk ezzel az, ezzel a rossz, Negatív társadalmi folyamattal vannak kisebb nagyobb eredményeink, de azt gondolom ezen a területen még országos szinten is, és ez igaz az én válaszok is még igen sok-sok a tennivaló. Mennyire tölt be szimbolikus szempontból, vagy akár gyakorlati szempontból fontos szerepet ebben a térségben mezőkövesd, amely hát ugye a matyóföldnek a szíve, hogyha úgy tetszik, és ahogy láttam, vagy utána néztem, ott azért az ipari területen elég komoly beruházások történtek az elmúlt években, és gondolom, hogy ez a munkahelyteremtés szempontjából, amiről az imént beszélt, ez egy fontos igen, dolog. Igen, 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 hát mezőkövesd a fővárossal lényegében a a, a Délborsodnak, hiszen gyógyfürdőjével, de emellett bogácson és Mezőcsáton is van fürdő, illetve gyógyfürdő a kultúrájával, a matyó kultúrával, és azért beszéljünk gazdasági adottságokról is, hiszen van egy repülőtere a Mezőkövesnek, amely most magán vállalkozásba került, és nagyon bízunk benne, hogy ez egy gazdasági áttörést jelenthet pontosan azon problémákra, amelyeket az előbb ö, említettem. Hát mezőkövesnek van egy mb 1 es futballcsapata volt, egy mb 1 es kézilabda csapata, sportban is meghatározóak vagyunk. Ö, próbálunk az embereknek olyan nem csak munkalehetőséget adni, hanem kikapcsolódási, kulturális sport lehetőségeket is, de ez igaz egyébként a településekre is, hiszen sok-sok sportpályát építettünk, öltözőt, tornatermet, uszodát, nagyon-nagyon hosszan sorolhatnám, hogy mi az, ami megvalósult a választókörzetben. Említettük képviselő úr, hogy több politikai tisztségben dolgozott az elmúlt évtizedekben, ebből talán a legfontosabb és legkiemelkedőbb, hogy államtitkárként dolgozott és dolgozik a kormányban, ez mennyire tud segíteni az adott térségben, hogy államtitkárként is tud érvényesülni? Természetesen államtitkárként jobban közelebb látja az ember azokat a kormányzati lehetőséget, pályázati lehetőségeket esetleg, mint, mint más szempontból, tehát egy egyszerű képviselőnek. Ebben talán az információ gyorsaságában tudunk segíteni, de amikor már oda kerül, hogy egy-egy település pályázik, akkor természetesen egy az esélyek. Én azt látom, hogy nem csak az én választókörzetemben, hanem az országban bármerre megyek, mindenhol. Különösen 2010 óta igen jelentős fejlődés van, és ahol látják, tudják, hogy mik a szélok, mit akarnak megvalósítani, a kormányzat politikája, Fidesz-KDNP politikája lehetővé teszi azt egyrészt az Európai Uniós forrásokból, a területfejlesztési operatív programból, másrészt hazai forrásokból, a magyar forró programból, vagy a belügyminisztérium pályázati forrásaiból. Mindenki az elmúlt 10-15 évben meg tudta valósítani azt, eh, amit meg tudott fogalmazni, és azt tudta, hogy eh, hogyan kell a forrásokat hozzá megszerezni. Tálai András volt az M1 vendége. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.